Egyre kelendőbb a magyar tudása a világban a hazai egyetemeknek, így a Kecskeméti Naiman János Egyetemnek is érdeke, hogy minél jobb helyre pozícionálhassanak a nemzetközi rangsorokban. Mai vendégünk Kohi Habiba, Naiman János Egyetem külügyi irodájának vezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Igen, ugye a bevezetőben is mondtam, hogy egyre fontosabb, a, hogy nemzetközi rangsorban minél jobban pozícionálja magát a Naiman János Egyetem, de milyen nemzetközi rangsor, milyen listák léteznek, illetve milyen szempontok szerint állítják össze ezeket a listákat? Tudunk erről valamit? Jó estét kívánok én is. Igen, a nemzetközi rangsorolás a, a globális felsőoktatásban is, ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint a hazai rangsorolásoknak az előkészítése, hiszen egy globalizált világban élünk, ahol a kereskedelem, a szolgáltatások már mind globálisan tud áramolni, ezáltal mert a felsőoktatás, mint tudásmegosztás is globálisan tud áramolni bárhol a világon, és ugyanúgy, mint egy cégnek, egy egyetemnek is utána kell tudni nézni, hogy mit tud az az egyetem, hanyadik az adott rangsorba. <több>, Több ilyen nemzetközi rangsoroló szervezet létezik a világon, akik számos, nagyon sok indikátor szerint és szempont szerint mérlegelik az adott egyetemet. Fentarthatósági szempontból, fejlesztési szempontból kutatásfejlesztési szempontból, és ezeknek az indikátoroknak a mátrixa adja ki a rangsorásban való helyezést. Ezekben a rangsorokban most hol helyezkedik el a Naiman Egyetem? Mivel a nemzetközi rangsoroknak a feltétele a nemzetközi esítés az adott mm -hmm. egyetemen, így mi még jelenleg nemzetközi rangsoron nem szerepelünk, de a jövő évben tervezünk már pályázatot beadni, illetve rangsoroltatni magunkat. Tehát akkor még ennek az előszobájában vagyunk, és ugye ezt gondolom azt is jelenti, hogy például ahhoz, hogy nemzetközi nyitottság legyen az egyetemen, kell az angol nyelvű képzést, angol nyelvű képzést kell nyújtani. Képes erre most a Neuma János Egyetemen? Van angol nyelvű képzés? Így van, elindítottuk az első angol nyelvű képzésünket most szeptemberben, egy alacsony létszámú évfolyammal, akik a világ számos országából érkeztek hozzánk, és mérnöki informatika szakon ö, tudnak tanulni a Neuma János Egyetemen, és a következő szeptemberben további képzéseket indítunk még angol nyelven. Tehát több szakot vannak be a, van, a külföldiek azért. által is elérhető szakok közé. Ugye az elmúlt évben, az években is több együttműködést is kötött. Ugye erre azért mi is beszámolunk rendre, különböző országokkal és külföldi egyetemekkel a Naima János Egyetem. Említsünk meg ezekből néhányat, illetve, hogy hogyan szolgálja ez a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi tudásátadás elősegítését. Ezt igazából ketté tudom szedni, illetve ketté szükséges szedni. Akikkel eddig együttműködést kötöttünk, azok vietnámi, szingapúri, illetve lengyelországi egyetemek, ahol fókuszban a kutatásfejlesztés áll, a közös kutatásfejlesztés. Ez is egyébként egy indikátor száma a nemzetközi rangsorolásban, hogy, hogy milyen közös kutatási területeket tudunk találni az adott, egyetemek, az adott egyetemekkel, illetve a nyár folyamán már egy arab emirátusokbeli beli céggel, illetve technológiai parkkal is született egy ilyen megállapodás, kimondottan kutatásfejlesztési és közös projektre való tervezésre. Erről még beszélünk, de beszéljünk arról most, hogy mely piacokon, milyen területeken vonzó, tehát hogy mely, mely, külföldi országok diákjainak lehet vonzó a Naiman János Egyetem. Alapvetően Alapvetően a világ két részre oszható, amikor felsőoktatásról beszélünk. Hogyha európai, illetve kelet-európai felsőoktatásról beszélünk, akkor ott érdemes a közel és a távol-keletre lőni, hiszen ott van egy olyan hallgatói szám, illetve érdeklődői szám, akik adott esetben már az adott országban nem tudnak minőségi felsőoktatásban részesülni, ezért az európai felsőoktatás mellett döntenek, mivel az Egyesült Államok beli már túl távoli számokra. És gondolom az európai felszoktatás megfizethet több is a tengeret, ezt, is, ezt is két részre oszthatjuk, nyugat-európaira és kelet-európaira, de mi igen a megfizethetőbb oldalon állunk. És ugye te visszatérünk, amit ugye az előbb már említett, hogy nemrégiben Dubajban, illetve Abu Dhabiban járt a Naimai Egyetemnek egy delegációja, egy, kik, egy küldöttség. Mi volt ennek a látogatásnak a célja? Alapvetően négy pillérből állt a látogatás. <kül> Kettő nemzetközi edukációs kiállításon vettünk részt Dubajban, illetve a Budabiban, ahol bemutattuk az egyetemet kettő másik magyar egyetemmel közösen, Study in Hungary tanulj Magyarországon jeligével, a BME és a Budapesti Metropolitan Egyetemmel voltunk itt jelen közösen. <kül> Nagyon érdekes tapasztalat volt ez a két kiállítás. Milyen Nagyon tapasztalatok sok... voltak? Mennyire voltak érdeklődőek? Hát gondolom a diák Érdeklődő. Abszolút diák szülőpárosa. Uh -huh. érkeztek hozzánk érdeklődők, nagyon releváns kérdésekkel, és olyan egyetemek mellett állíthatunk mi is ki mindkét helyszínen, mint például az Oklahoma University, neves kínai egyetemek, a Párizsi Szorban egyetem, és az érdeklődőknek a minősége és mennyiségének a keresztmetszetéből azt szűrtük le, hogy igenis labdába tudunk rúgni ilyen egyetemek mellett. Mi az a kérdés, ami egy külföldi diákban megfogalmazódik, amikor ugye ő külföldre megy tanulni? Tehát mit figyel, milyen szempontok alapján választ adott esetben egy külföldi egyetemet? Közhelyes leszek, de mindent. Szóval ugyanúgy, mint ahogy amikor mi hosszabb időre tervezünk külföldre utazni, utána nézünk mindennek, az adott ország kulturális életéről Releváns kérdéseket tettek fel a megélhetési szempontokról, hogy mi mennyibe kerül, de azért fókuszban mindig az oktatásnak a minősége és miensége állt, hogy mit tanulhatnak itt pontosan, milyen végzettséget fognak szerezni, illetve az hol akreditált, hol fogják elismerni nekik végzettség. Tehát után. nem csak maga konkrétan szűk értelemben még az iskola, a képzés, hanem akár az ország, az életviszonyok, a megélhetés is fontos Pontosan, pontosan e tekintetben lehet. főleg Kecskemét is, hogy, hogy ugye Budapest. Budapestről nyilván többet tudnak a külföldi érdeklődők, mint Magyarország fővárosáról, de egy picit be kell mutatnunk ilyenkor magát, Kecskemétet is. És nem idegenkednek az érdeklődők attól, hogy nem Budapest, mert ugye a külföldi személyből Budapest jelenti Magyarországot, tehát nem idegenkednek attól, hogy egy vidéki városba jön, jöjjenek esetleg tanulni? a tekintetben, hogy Kecskemét mondhatjuk, hogy Magyarország közepe, minden nagyon könnyen elérhető innen, és nem egy kicsi város Magyarországnak, talán a nyolcadik legnépesebb város, hogyha jól emlékszem, de, de hogy itt elérhető minden, és innen elérhető minden, és, és hangsúlyozzuk azt, hogy ez egy családias város, egy családias légkör és egy biztonságos légkör, ami a szülőnek egy hatalmas könnyebbség, amikor 3-4 ezer kilométerre került a gyermeke, hogy tudja, hogy egy biztonságos helyre fog kerülni. És mik a tervek? Ugye azt említettük, hogy az angol nyelvű képzés akreditálva van a lehetősége már adott, vannak már külföldi diákok egy bizonyos szakon, a szakokat bővítjük. Honnan, hova szeretnál jutni az egyetem? Milyen hát ezt is, hogy igen, 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 az időtávon gondolkodtam, hogy hol is, hol is kezdjem el. Amint említettem, hogy a párhuzamosan zajlanak együttműködések kutatásfejlesztési oldalon, illetve nemzetközi hallgatói toborzó oldalon. Kutatásfejlesztésben folyamatosan szeretnénk növelni az egyetemmel együttműködő partnerek számát. A most az emirátusokba tett látogatás alatt is több olyan egyetemmel, illetve intézménnyel volt megbeszélés az egyetem felső vezetésének, akikkel a közeljövőben közös projektet fogunk indítani. Ezek főként kutatás alapúak. A hallgató toborzás szempontjából pedig megcélozva a közelkeletet, illetve a fizetőképes közelkeletet, szeretnénk 5 éven belül eljutni oda, hogy az összegyetemi létszámnak a 15-20%-át külföldi hallgatók tegyék ki. Hú, ez szép munka, ehhez sok sikert kívánok, és, és jó munkát kívánok ehhez. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is.